Künicai Robert, a Pramag alkalmazás technikai vezetője kérdező, hogy mivel érdemeltek ki a túltetőrendszer a Konsumalaj díjat? 2017-ben kaptuk meg ezt a díjat, korábban is megvoltak már az energiahatékony megoldásaink, mint a hőreflektáló tetőcserép, a szarufa feletti pírszigetelés, illetőleg nagyon régóta beszéltünk már az átszellőzés fontosságáról, és gyakorlatilag az idei újdonság az volt, hogy ezeket rendszerbe foglaltuk, megmértük a hatását a tetőtéri helyiségnek a belső klímájára, és ezeket kimutathatóan meghatározható hőmérsékleti tartományokba osztottuk, és három különböző lépcsőt kínálunk az ügyfelek részére. Az induló csomagban az átszellőzést oldjuk meg, a középső csomagban a hőreflektáló tetőcserepet alkalmazzuk, a harmadik megoldásban, a prémium kategóriában pedig a szarufa feletti hőszigetelést is alkalmazzuk. Ezen harmadik csomag alkalmazásával akár 11 fokkal is tudjuk hűteni a tetőtéri helyiség belső hőmérsékletét egy eredeti állapothoz vagy egy rosszul kivitelezett tetőhöz képest. Ez a jelentős energiát takarítanak meg? Így van, ez mind a leginkább a nyári felmelegedésben jelent nagyon nagy előnyt, tehát gyakorlatilag jóval kevésbé melegszik fel a tetőtéri helyiség, sokkal élhetőbb klímát biztosít a tetőtérben. Hiszen mondták, hogy mennyit lehet a klímán takarítani ezzel, megtakarítani? Igen, ez, ennek igazából a hűtési költségben kb. 82%-os energia megtakarítást tudunk elérni, a téli időszakban pedig fűtésben pedig kb. 50%-os megtakarítást jelent egy ilyen megoldás. És akkor a többletköltséget mennyi, hány év alatt jön vissza mondjuk egy ilyen beruházáson? Ezt a fajta költségtényezőt még nem vizsgáltuk meg, de gyakorlatilag ez mindenféleképpen kb. 10 éven belüli megtérülést jelent egy prémium. Mint 10 évig él. Ez így van, 30 év újértékgaranciát biztosítunk a termékekre, 15 év rendszergaranciát minden egyes kulcsomag esetén tudja érvényesíteni az ügyfél. Tehát akkor ezért szerette a Konsuma. Ez így van, ugye ez nekünk most egy és a mindenkinek nagyon fontos dolog, az energia megtakarítás, az energiahatékonyság és a megfelelő spórolási lehetőségeket igazából a megfelelő tetőmegoldásokkal lehet alkalmazni. Jó, építészetek mit ajánl? Abban az esetben, ha az építészek tetőtér beépítéssel találkoznak, akkor mindenképpen fontolják meg azokat a megoldásokat, és már ugye az új bejelentési kötelezettséggel leadandó terveknél térjenek ki műszaki leírásban és akár részletrajzokban is ezeknek a megoldásoknak a kivitelezési módjára. A Bramak oldalán megtalálják önt esetleg, vagy valamelyik kollégáját? Így van, a Bramak oldalán elérhetőek a tanácsadók, illetve az alkalmazásnak a munkatársai is állnak a tervezők rendelkezésére. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.